Nou, doe dat. Üdvözlöm mindenkinek, Ezüst Sziller vagyok, ez pedig itt egy újabb anime figura bemutatók lesz, és itt van velem Buci Maci is. A mai alanyunk pedig nem más lesz, mint Good Smile Company, Nendoroid White Blood Cell, Neutrophil, annak is a hölgy verziója, akit itt a képen láthatok, mivel aki ismeri a Cells at Work című animét, az tudhatja, hogy ez az emberi testben lévő kicsit olyan, mint annó volt az Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer az élet című sorozat, ahol így emberi karaktereké tették a különböző sejteket a testünkben, és úgy mutatták be, hogy hogy működik az ember biológiája, és akit itt láthattok, az nem más, mint egy neutrofil, azaz fehér vérsejt, annak is egy női verziója. Az animében konkrétan nem kapott eddig főszerepet, ameddig én láttam, legalábbis az első szezonig. Ismét jövőbeli vágó Silver szakítja meg az adást, ugyanis azóta utána néztem, hogy ez egy párhuzamosan futó mellék szála ennek az animének, aminek az alcíme a Code Black, ugye ugyanúgy Cells at Work, csak ez egy másik sztorit mesél el, és igazából ebben főszereplő ez a konkrét karakter. Kicsit megcserélődtek, ahogy látom, a szereposztások, tehát a vörös vérsejt eddig a hölgy volt, és ő lett a férfi, és a fehér vérsejt pedig férfi volt, és most ő lett a hölgy. Megint sokat beszélek, de ez volt a lényeg. Ezt is el kell jönni kezdenem nézni. De minden esetre Nendoroidban is kiadták, akire le is csaptam a London Comic Conon, mert hát muszáj volt, imádom ezt az animét egyébként, ajánlom megtekintésre. És igen, a figura eredeti szóval hozza a szokásos Nendoroid minőséget, Nendoroid cukiságot, Nendoroid szexiségét. Ha van ilyen, mondjuk ez elég betegül hangzott most. A talapzat, a figura, minden a kiegészítőkkel együtt nagyon minőségi, és ezeket most mind szépen sorba meg is fogjuk nézni. Kiegészítőként alapból vannak rajta ezek a karok, amiket láthattok is, hogy egyszer itt lehet eltávolítani a vállánál, egyszer itt lehet szétszedni, és egyszer ugye az öklénél. Ne a csöcsöket nézd, ide koncentrálja, légy szíves. Kapunk hozzá ugye egy tartalék nyakrészt, kapunk hozzá három ilyen plusz kart, kapunk hozzá egy kardot, amit igen, hogyha kiszedünk, akkor nem lehet kihúzni. Ugye látjátok is, hogy van egy lyuk, hogy a talapzattal együtt, hogy ezt rá lehessen rakni, úgyhogy a talapzat is benne van a hátába, de természetesen a kard pluszba járt hozzá, amire már rá is raktam egy öklöt a biztonság kedvéért, amiből ezen és az alap kettőn kívül kapunk még négyet. Egy ilyen nagyon csöcsök is rakétavetőt, mert ugye ha nem tudnátok, akkor a fehér vérsejtek rakétavetővel lövik szét a testetekben a baktériumokat és a vírusokat. Egy alternatív kiabálós fej. Egy ilyen vizes matricák ezek ugye, és ilyen kis vérfoltok lennének, mert ugye az animében mindig szíjjel szapkodták a különböző baktériumokat, és ezt nem rakom rá, mivel ugye talán nem lehet leszedni, úgyhogy én megtartom itt szépen tisztán. Plusz még kapjuk ezt a fogantyút, és persze a talapzatot is ezt ugye rá lehet tenni, és hogy miért van ez, és miért ilyen bazi nagy a talapzat a többi Nendoroidhoz képest, ami nem más miatt van, mint a legutolsó kiegészítője. Imádom, imádom, ugye különböző szellőzőkön keresztül mászkáltak, mert ugye a fehér vérsejtekről tudni kell, hogy a sejtfalon át tudják magukat lökni, hogy könnyebben odaérjenek a vírusosabb, baktériumosabb pontokig, könnyebben és gyorsabban, és ezt egy ilyen szellőzővel, meg egyéb dolgokkal mutatták be az animébe. Ez marha jó, és igazából igen, ez a cucc ide belemegy ebbe a tartóba, és ezért ilyen nagy, hogy bele lehessen rakni, és akkor a karakter innen ki tudjon kukucskálni. A sapka nem külön kiegészítő, mivel amint látjátok, ugyanúgy kell ugye kicserélni az arcot, mint az összes Nendoroid figuránál, és így most már könnyűszer el tud kiabálni a baktériumokra. A pozicionálhatóságon gyorsan túl leszünk, mivel ugyanaz, mint az összes többi Nendoroidnál, hogy a feje egy tekerentyűn található, ami ugye ez a pek konkrétan, aminek segítségével ennyire tud felnézni és ennyire tud lenézni. Karját ugye oldalra nem tudja emelni, de persze, hogyha kicseréljük
ezzel a karral akkor igazából oldalra tudja rakni, tehát pozícionálhatóságot úgy adották meg, hogy ki kell cserélni a végtagokat, de egyébként körbe tudja forgatni, már persze a feje nem akadna bele. Itt van ugye egy tekerentyünk, és egy ugye az öklénél, egy deréktekerentyű, és a lábai egyszer egy tekerentyűn találhatóak, és még nem ennyi. És persze a talapzat, ezek az új talapzatok, ezek egyébként imádom őket, nem ez a félkör íves talapzat, mint a régieknél, hanem így normálisan alá megy, és akkor az ilyen hajasabb nendoroidok is, mint ez, könnyedén meg tudnak állni. Ugye van itt nekünk 1, 2, 3, és a könnyűkizületünk, és ugye egyszer lehet tekerni itt, és egyszer lehet tekerni itt. Imádom ezeket az új fajtákat. Méretaranyosság szempontjából itt van mellette nendoroid. Genji, Freedom, Gundam, akkorábban bemutatott ATK Girl szerkvet, ne is kérjétek, hogy összerakjam a Scorpióval. Buci Maci, és persze a Neon Genesis Evangelion Eva Unit 1. Mit lehet végső soron elmondani White Blood Cellről? Négy füvecske. Nincs mit mondani, szokásos nendoroid minőség, ráadásul egy nagyon jó, kivételesen nagyon-nagyon-nagyon jó kis nendoroidról van szó, persze a pozícionálhatóság mint olyan nagyjából nem létezik, de a cserélhető alkatrészekkel, parcforminggal, hogyha úgy tetszik, át lehet alakítani, ha úgy tetszik, más pozíciókba. De egyébként a műanyag minősége valami baromi jó, nagyon masszív az egész, tényleg nem egy olyan fajta, ami könnyen eltörik, el lehetne persze törni nyilván, hogyha az akarná az ember, de nem ez a gagyi-ratyi utánzat minőség, ez tényleg rendes, igazi nendoroid minőség, mind a talapzat, mind a... mondanám a színeket, de igazából sok nincsen rajta, ez egy White Blood Cell, úgyhogy ez van, de annak tökéletes, nagyon jól meg van csinálva. Imádom ezt a figurát, ezt a nendoroidot, az egyik kedvencem, nagyon-nagyon-nagyon jól néz ki, és egy nagyon jó kis emlék magáról a Comic-Conról. Szóval, hogyha bárki szereti a nendoroidot, vagy esetleg ezt az animét, annak csak és kizárólag ajánlani tudom, hogy mindenképp szerezze meg, mert rohadtul megéri. Hát akkor ő lett volna Good Smile Company, Nendoroid White Blood Cell, neutrofil női verziója. Nektek hogy tetszett a figura, írjátok le véleményeteket kommentbe, hogyha tetszett a videó, akkor nehogy lájkolni merjétek, nehogy felmerjétek iratkozni, csengő csatlakozás Patreon, Discordot, DeviantArtot kine, próbáljátok, mert akkor a hálám örökké üldözni fog benneteket. És akkor a legközelebbi videóig pedig... sziasztok! Na most már csak azt kell kitalálnom, hogy kit mutatok be legközelebb. Revics, mit csináltam már megint?